Szeretnétek jókat sütni, főzni az ünnepek alatt, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessétek vadonatúj videósorozatunkat. Lesznek itt sütik, brutális húsok, és egy csomó jó ötlet, figyeljetek! Ősszel és télen azt szoktam észrevenni magamon, hogy igazi kamambelset fogyasztóvá válok, ami természetesen magában is tökéletesen jó, egy kis vajjal, egy friss bagettel, de még nagyobb okosság, hogyha egy kicsit játszunk ezzel a kamambel sajttal, mondjuk bedobjuk a sütőbe, megolvasztjuk, rápakolunk a tetejére valami izgalmasat, jelen esetben egyébként egy kis diós, kört és mézes cuccot, és ilyen isteni előétel, vagy egy lusta vacsora lesz belőle. Na hát a sütőt már be is ízítottam, 180 fokon fogunk nyomulni. Fogok egy sütőpapírt, amit így teljesen összegyűrök, mint ki akarnám dobni, és ezt a kis labdát szépen így kibontogatom, és egy kis fészket rakok össze belőle, nézzétek meg, és ebbe a kis papírfészekbe kerül aztán be maga a sajt. Érdemes egyébként a papírcsomagolást eltávolítani, és így van, az egész sajt szépen jön bele ebbe a papírba. Tulajdonképpen praktikus lesz, ugyanis ezzel együtt fogjuk majd felszolgálni. Fogok még egy ilyen papír, és hát abba is jön egy sajt. Magával a sajta nem sok mindent fog csinálni, egy pici borsot szoktam így ráreszelni, így rá törni, meg szoktam rálacsolni egy kevéske fehér bort, mert a tetejére, meg ide oldalra is a papírba, és tulajdonképpen ezzel elő is készültek a sajtok, repülhetnek be a sütőbe. Ameddig sül a sajt, addig felhevítünk egy száraz serpenyőt, nyomatunk bele diót, nem is szoktam ilyenkor földarabolni, így ahogy van egészben, és szórok mellé kb. Egy jó nagy evőkanálnyi zabfejhet. A zabfehely a dióval együtt nagyon-nagyon szépen le fog pirulni, kellemes pirult pörkölt íz fog adni mind a kettő, ráadásul lesz valami a kajában, ami majd kellemesen fog ropogni. Úgyhogy ezeket szépen itt szárazon addig hevítem, hogy el nem kezdenek illatozni, de nem pirul szépen az egész. És amíg a zabfehely meg a dió pirul, addig fogunk egy szép körtét, gyorsan megpucoljuk, és cikkeket vágunk belőle. Körte szépen jön rá a zabfehelyre és a dióra. Még mindig nem használtam semmilyen zsíradékot, sőt nem is fogok, hiszen zsír az lesz a sajtunkban, a megolvadt sajtban. Ezt az egészet szépen így összeforgatom. Hagyom, hogy egy picit elkezdjen a körte is fölhevülni, és utána az egészre rápakolok két evőkanálnyi jófajta mézet. Gyakorlatilag, ahogy elkezdett megolvadni a méz, jön rá egy kis só, kis bors, és ami a körtének, a diónak és a méznek is nagyon-nagyon jól áll, ez egy kis szárított zöld fűszer. Kevéske kakukkfű, majd meglátjátok, milyen jól felpörgeti az ízeket. És amit nem szoktam még kihagyni, kis morzsolt rozmaring. Nyomotok erre is egy deci száraz fehérbort, aztán kb. Egy evőkanálnyi borecetet, az egészet hagyom szépen elpárologni, felforralni, rottyantok rajta egyet, kicsit összekevergetem és meg is vagyok. Kész is van a sajt, csodálatosan megsült és lágy, olvadós a belseje. Már csak annyi a dolgunk, hogy ezt a kört és diós cuccot ráhalmozzuk a tetejére és felfaljuk az egészet. Jó étvágyat! Mindenképpen próbáljátok ki ezt a receptet, és persze iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is. Szevasztok! A videót a Tihany válogatás Ingyenc Kamember támogatta.